1888-ban a mai Magyarország területén Mátészalkán gyulladt fel először a közvilágítás, New Yorkkal egy időben, Párizs után két évvel. E világra szóló technikai történet ihlette a Mátészalkai fényes napok elnevezést. A programsorozat erősíti az itt élők identitástudatát és színvonalas szórakozási lehetőséget biztosít a város lakóinak. Ez egy csoda a város életében. A fényes napok a közösség ünnepe. Én mindig arról szoktam beszélni, hogy Mátészalkán nagyon-nagyon szuper gazdasági élet zajlik, nagyon fontos események zajlanak, nagyon szépen fejlődik a város, de a mi legnagyobb kincsünk az nem más, mint a csodálatos mátészalkai közösség. Talán ez az az időszak, amikor a város még inkább megmutatja, hogy milyen szíve és lelke van. Még többet mosolygunk egymásra. Jobban ragyog a szemünk. Több gyerekkacaj hallatszik a város terein. Szóval ez egy olyan alkalom, amikor még inkább megmutatjuk, hogy mennyi kincsünk van itt Szatmár szívében, Szatmár fővárosában, Mátészalkán, a fényvárosában. A pénteki sztárfellépők mellett a vármegye kiváló zenészei is szolgáltattak muzsikát a tereken. Zenélt többek között a Kelet Brass Band, és őket követte az Azerdus tűzszínházi produkciója. Hanusi Péter polgármester azt is elárulta, a rendezvény mely mozzanata a legkedvesebb számára. Mindig az a pillanat, amikor a mécses tartófiú életre kel, és a város mindenkori polgármesterének, adott esetben most nekem, átnyújtja azt a fényt, amiről mindig beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy Mátészalkán a fényt azt nem így objektív valóságában kell leginkább keresni. Természetesen úgy is lehet, hanem az emberek szívében és a lelkében. Ez a szeretet fénye. Mi valóban azt gondoljuk, hogy amikor a mécses tartófiú életre kell, akkor egy különleges láng gyullad meg itt, amely jelképezi ezt a szeretetet, ami bennünk van. És aztán emberek ezrei, sőt több mint 10 000 ember kíséri végig a mécses tartófiút a város utcáin, a város szívébe. Ez a legkedvesebb nekem végig a fényes napok folyamán. A mécses tartófiú életre keltése után kezdetét vette a fényes felvonulás, mely teljes egészében bevilágította Mátészalka tereit és utcáit.